Pár hónapja újra nyitotta kapuit Újpest egyik híres és nevezetes kávézója, a Külvárosi Kávéház. Köszöntöm a stúdióban vendégemet, Stór Rebekát, aki a helynek az üzletvezetője. Szia Rebeka, köszönöm, hogy eljöttél. Szia, én is köszönöm, és jó napot kívánok. Ha jól tudom, akkor a te kapcsolatod a kávéházzal azért igen régre nyúlik vissza. Igen, igen. Gyerekkoromban is már nagyon sokat jártunk oda anyuékkal. Anyunak és apunak törzshelye volt. Újpesten laktunk, és a baráti kör is oda járt, és akkor mindig oda mentek reggel kávézni, anyu leginkább a barátnőivel, mi meg mindig mentünk be vele a nővéremmel, és akkor ott mi kaptuk a kis kamukávénkat, ami nyilván nem kávé volt, hanem egy habos kakaó. Azt mi elszürcsölgettük, meg játszottam a felszolgálókkal, és aztán meg most itt vagyunk. Tök jó, akkor nem is tudtam, ez lett volna a következő kérdésem, hogy Újpest hogy jött a képbe, de akkor Újpesten éltetek, ezt nem is tudtam. Igen, 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 a Szigetinél laktunk. Akkor ezért is megvolt így a kapcsolat. Igen. Akkor nyilván, amikor láttátok, hogy tulajdonképpen bezárt, akkor nyilván egyfajta szomorúság volt, de hogy újra kinyitott és kinyitottátok, akkor ez ennek köszönhető, és ez egy nagyon jó visszatérés is számodra szerintem. Igen, nagyon szomorúak voltunk, hogy ez a fantasztikus hely zárva van. Nyilván a pandémia miatt is, meg az adott körülmények nem voltak megfelelőek, de aztán meg szerencsére úgy alakult, hogy nekünk sikerült kibérelni, és az újpesti barátainkkal vettük át ezt az üzletet, mi is béreljük most, és akkor így vezetjük. Akkor többen csináljátok, tehát több lábon áll igazából az üzlet. Igen, igen, igen. És te akkor üzletvezetőként és felszolgálóként is dolgozol? Mert én sokat vagyok bent, nyilván ez nem titok, és te is szinte mindig ott vagy, úgyhogy gondolom elég aktívan részt veszel a munkában. Igen, abszolút szeretem irányítani ott a dolgokat. Ez is lett megbeszélve, hogy én fogom így a csapatot összetartani, mert én már 6 éve vendéglátózom, így most itt ki is bontakozhatom, kvázi mint egy saját családi vállalkozásban, mint üzletvezető. Felszolgálok, néha a konyhán is segítek, szeretem átlátni a dolgokat, és szerintem ez nagyon fontos, hogy minden pozícióban megállja egy vezető, úgymond a helyét, és így tud könnyen kommunikálni a vendégekkel is, az embereivel is, és akkor így van egy nagyon jó összetartó csapat. Úgyhogy... Akkor a te eredeti szakmád is a vendéglátáshoz kapcsolódik, hogyha jól igen, értem. Igen, igen, igen. Nagyon klassz. Magáról az helyről is egy picit beszéljünk. Ugye elég nagy története van, és hogy nagyon sok híres, nem csak hazai, hanem nemzetközi híresség is megfordult, és a falak is különböző emlékekkel vannak díszítve. Igen, rengeteg karikatúra van hírességekről, híres emberekről, és mikor ezt régen a Borbély Laci és Ragály Elemér csinálta ezt a helyet, 1993 környékén, azt hiszem, és a Ragály Elemér hozta a külföldi, illetve nyilván a hazai sztárokat is, és úgyhogy ezek a falak nagyon sok mindenről tudnak mesélni. Borbély Laci pedig ugye újpesti focista, kapus volt, így ő is hozta a focistákat, meg ő is ugye jobban volt nagyon sok mindenkivel, és akkor így összecsődült mindenki. Nagyon klassz. Annyira jó hallani, hogy milyen története van egy helynek, és nekem újpestiként egy baromi jó érzés azt látni, hogy újra működik ez a hely, mert azért tényleg Újpestnek egy nagyon ikonikus és hiánypótló épületéről, másrészt ugye helyéről van szó. Hogy vagytok nyitva? Mit kell tudni a nyitvatartásról? Jelenleg most úgy tartunk nyitva, hogy 2-től vasárnapig, hétfőn pihenünk, 2-től szombatig reggel 8-tól este 10 óráig tartunk nyitva, és vasárnap pedig jelenleg délután 4 óráig tartunk csak nyitva, de valószínűleg ez tolódni fog, mert most már egyre többen jönnek, így szükség van arra, hogy hosszabb legyen a nyitvatartás. És akkor itt a hétvégi időszak gondolom még extrémebb, és még többen így vannak, van, így akár így a reggeli kapcsán, vagy egy jó kis bársra igen, is. Igen, szerencsére nagyon szeretik, rengetegen jönnek hétvégén, péntektől vasárnapig általában telt házunk van. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, mert úgy látszik szükség volt erre, hogy csináljunk egy reggeliző helyet Újpesten, és szerintem a színvonal is nagyon szuper, nagyon finom ételeket kreálnak a szakácsaink, a kávé is isteni, úgyhogy minden adott egy fantasztikus reggeli brunchhoz. És amikor először kinyitottatok, vagy a legelején, akkor ugye még csak kvázi idézőjelben csak kávézóként üzemeltetek, és aztán szépen, ahogy te is mondtad, már így étteremként is, tehát az étterem rész is megnyitott, kitárult a belső tér, nagyon-nagyon gyönyörű, és akkor itt igazából reggeli, ebéd, vacsora mindenki megtalálja azt, amit szeretne. Így van, igen. Hát igen, ahogy említetted is, az elején reggelizőként és kávézóként indultunk.
picit lassabban, de biztosan indulgattunk, majd most egy fantasztikus szakácsot találtunk, úgyhogy most már gőzelővel megy az elekárt, és mindenki nagyon szereti, és annyi jó visszajelzést kapunk, és annyira hálásak vagyunk érte, mert tényleg ez nekünk akkora öröm, hogy tényleg megéri, és annyira kedves minden vendégünk, hogy ti is, hogy tényleg ezért mindig megéri. És gondolom tényleg az elején azért érdemes volt felmérni, mert újítók voltatok. Abszolút. Tehát, hogy van egyfajta hagyományőrzés, én azt látom, de ugyanúgy megvan az újításra való törekvés, akár hogyha az étlapot nézzük, hiszen ilyen régi klasszikusok is voltak, és azért ilyen modern verziók is, de ezt foglalta össze, hogy az étlap kialakításánál mi az, ami motivált titeket, vagy hogyan rendeztétek ki? Hát mindenképpen meg szerettük volna tartani az eredeti, még ugye az első étlapról megtaláltuk a régi étlapot, és azon rajta volt például a borbélyhúsleves, az egy elég nagy fogás, kitesz konkrétan egy főételt is, mert három fogásból áll ez a menüsor, vagy étel különlegesség, és a rokfortos palacsinta is például ilyen. Mindenki le van döbbenve, hogy úristen, kék sajtos, erős íz, egy palacsintában nem gondolnak bele, hogy ez mennyire finom, és iszonyatosan jött is, a múltkor megkóstoltatok, és azóta rengetegszer kértétek. Nekem azóta a kedvencem, tehát nekem tényleg is. Elsőre olyan volt, hogy hú, azért elég extrém, mert még kamember is van benne, és akkor így egy extra, nagyon nehéz étel, és az erős ízvilág, de mégis egy elképesztően jó. Igen, úgy, de hogy... alapvetően szeretnénk... régebbi ételeket újra gondolva modernizálni, és szerintem ez nagyon jól fog működni nálunk, mert maga a hely is egy nagyon régies stílusú, olyan, mintha a múltban lennél, mikor belépsz az ajtón, ropog a tűz a kandallóban, zongora, régi klasszikus zenék szólnak, és közben meg az étel, amit megkapnak maguk elé a vendégek, egy teljesen letisztult, és hát próbálunk tényleg minél modernebbek lenni. És hát a bárpult, ez valami elképesztően Igen. gyönyörű, tehát az is nagyon jó, hogy meg lett őrizve az igazi hangulat, és az itallapotok, italválasztékban is elég sokszínűek vagytok. Igen, szerettünk volna minél finomabb kávéval rendelkezni, úgyhogy ez a bányai beans, ezt nagyon szeretjük, hogy nem tudom, ezt mondhatom-e, persze. Mert ezt mondhatok-e. Úgyhogy őket nagyon szeretjük, nagyon különleges kávé. Egyébként van a pultban ez a régi réz kávéfőző, és ő is egyébként működik, úgyhogy lehet, hogy most már a jövőben majd azon fogjuk főzni a kávét. Ez még megbeszélés kérdése, de azért is van ott a pultban, mert tökéletesen működik. És egyébként ahhoz lett kreálva maga a pult is. Komolyan? Uh-huh, igen. Az volt a fő elem. Ó, hát egyébként tényleg gyönyörű, ahogy belépünk, az első szerintem, amit meglátunk, és tényleg magával ragad az egész hangulat, az illatok, az ízek, úgyhogy tényleg egy nagyon komplex, gyönyörű hát helyről és étteremről, kávézóról van szó. Ugye október végén, november eleje környékén nyitottatok. Mik azóta a visszajelzések, miket tapasztaltok ti, hogy a nagyon régi törzsvendégek is megjelennek, és vannak-e újak is esetleg? Abszolút, most már egészen kialakult egyébként a vendégkörünk, és nagyon örülök neki, mert vannak visszatérő vendégeink, úgyhogy tényleg ti is, meg rengetegen tényleg, amikor az utcán találkozunk, és már úgy van, hogy sziasztok, nem tudom, jöttök ma, és mondták, persze, jövünk, foglalunk, nem tudom, és az annyira jó. A régi törzsvendégek meg szintén iszonyatosan boldogok, hogy újra nyitottunk, mindenki félve telefonál, hogy és változott maga a hely, vagy ugyanúgy néz ki, vagy átalakítottuk, és mindenki annyira megnyugszik, mikor mondjuk, hogy mindent ugyanúgy hagytunk, minden szuperul működik, úgyhogy jöjjenek, és annyira boldogok, amikor tényleg leteszik a kést és a villát, és csak így ülnek, és hálásak nekünk, hogy újra nyitottunk, és ez nekünk annyira nagy öröm, hogy ezt tényleg nem tudom elmondani. Igen, hát tényleg ezek a legjobb visszajelzések, igazából maga a hangulat, maga az ételek, a kávé, és úgy van egy flow, ami őt körbevesz, és a régiek is visszakapják ezt azért, mint a régi újtestiek. Sőt, igazából szombatonként szokott lenni nálunk egy ilyen sok kártya összejövetel, aminek meg aztán fantasztikus hangulata van, mert tényleg a régi törzsvendégek ott ülnek a Borbély Lászlóval egyébként együtt, és ott sakkoznak, kártyáznak, és annyira jó hangulat van, mindenki nevet, tényleg fantasztikus, úgyhogy ezért mindenképpen érdemes betérni. És ha jól tudom, akkor különböző ilyen kulturális programok is voltak már nálatok, és lesznek is a jövőben. Igen, erre minél jobban szeretnék majd ráfeküdni a jövőben. Picit ez szervezést igényel,
többet, mint gondoltuk, de rajta vagyunk, és tényleg minden. Szeretnénk először zongoraestéket legalább 2 hetente beiktatni hétvégenként, mert nagyon keresik, és nagyon szeretik, mikor van. Például most Valentin napon is volt zongoristánk, és mindenki el volt ájulva, hogy annyira más lesz a hangulat tőle, és tényleg megéri ez is. Szeretnénk majd beszélgető esteket tartani, könyvfelolvasást, könyvbemutató, zenés esteket is, különböző énekeseket, zenészeket meghívni, akár kis színdarabokat is, csak ez nyilván az elrendezés kérdése, de rajta vagyunk az ügyön. És akkor így egy kulturális helyszínként is üzemelne, az igen. Nagyon klassz. És lezárásként még annyi, hogyha valakinek kedve lenne kibérelni a helyet, különböző privát eseményekre, esküvők, vagy bármilyen céges bulik összejövetelek, akkor arra is van lehetőség. Így van, igen, van egy rendezvényszervező hölgy, aki dolgozik nálunk, és vele felveszik a kapcsolatot, bármilyen ajánlatot kérnek, ő nagyon szívesen és mindent körül tekintve válaszol és segít. Tök jó. Na hát Rebeka, akkor összességében ez egy nagyon klassz hely, ahol a hagyományőrzés, a modern újítás és a fiatalos lendület is találkozik, úgyhogy gratulálok hozzá, és további sok sikert nagyon kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Én pedig elköszönök a Mozaik nézőitől, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak, és jövő héten találkozunk.